Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, kedves tihanyiak, és akik rendszeresen eljönnek ide a boldog IV. Károly Kálváriához, 14 stációból áll a keresztút, így alakult ki az évszázadok folyamán, és idén többen olvassuk az egyes stációkat, fiatalabbak, középkorúak, idősebbek stációknak megfelelően. Az a kérésem, hát meg magam számára is, ugye, hogy amikor halljuk az egyes stációk szövegeit, meg ránézünk ezekre a bronz reliefekre, akkor tudjunk azonosulni Jézusnak az értünk vállalt szenvedésével, jusson eszünkbe az életünkbe a saját szenvedésünk, tegyük ezeket az Isten elé, és kérjük a bűneinkért az ő bocsánatát. Ilyen lélekkel, áhítatos lélekkel járjuk végig Urunk szenvedésének a keresztútját. Hiszem, Uram Jézusom, hogy valóságos Isten és valóságos ember vagy. Te megszentelted a szenvedés keresztútját. Életeddel és haláloddal bebizonyítottad, hogy a szenvedésnek üdvözítő hatalma van. Hozzád vezet ez a dicső és boldog élet egyetlen útja. Ezen hitben felajánlom neked ezt az ájtatosságot, és add kegyelmedet, hogy szenvedésed útján lelkem világosságot és erőt nyerjen a mindennapi keresztek türelmes viselésére, és elnyerjem az ezzel járó kegyelmeket. Első állomás, Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Íme Krisztus Pilátus előtt, ki a világ megváltóján és az örök bírón ítélkezik. Pilátus elismeri Jézus ártatlanságát, és mégis halálra ítéli. Krisztus Urunk ezen világra szóló igazságtalanságot némán fogadja. Mi messze vagyok én ettől az alázatos és fenséges nyugalomtól, még akkor is, amikor szeretettel és joggal mondják meg hibáimat. Legigazságosabb Jézus, adj nekem erőt, hogy igaz lelkülettel szolgáljak Istennek és minden embernek. Ments meg engem a nyelv igazságtalanságaitól, és a te példád szerint az emberek ítéletét nyugodt szívvel, ellenséges hajlam nélkül akarjam fogadni. Második állomás, Jézus elfogadja a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus a keresztet elfogadja. A kereszten polgárt nem volt szabad kivégezni, oly megalázó volt. Krisztus Urunknak az emberi romlottság a gyalázat fáját adta. Ő elfogadta, vitte, s ezáltal a megbecstelenítő keresztet a vigasztalás forrásává és a dicsőség fájává tette. Jézusom, nézz rám irgalommal! Mily kevés természet van én bennem! Mennyire szenvedek a megaláztatás miatt! A te megaláztatásodra ígérem, és kérem segítségedet, hogy megtörjem büszkeségemet, felejtsem a sértést, bocsássak meg, és bűneim tudatában fogadjam az élet keresztjeit. Harmadik állomás, Jézus először esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A szent kereszted által megváltottad a világot. Krisztus Urunkat megostorozták, tövisekkel koronázták, éjjel-nappal embertelenül bántak vele. Kimerült és összeroskadt a kereszt súlya alatt, de szótlanul. Átok vagy türelmetlenség nem hagyta el ajkát, de irgalmat se kért az emberektől. Jézusom, csodálatos vagy te, amikor a halott Lázárnak életet adsz. A szellemek és a természet engedelmeskednek neked. Éppen így bámulattal nézem a te hősi szótlanságod, ahogy a kínok alatt összeroskadsz. Nem tudlak, Uram, követni, de tedd, hogy utánozzalak, hogy tudjak kereszténhez illő nyugalommal
téged imádó némasággal szenvedni. Negyedik állomás. Jézus találkozik fájdalmas anyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Krisztus Urunk, mint ember, anyának gyermeke, a jó gyermek minden nemes érzésével. Szűz Mária anya volt, a nőiesség és anyaság minden vonzó szépségével. Szeretett, mint egy anya, sőt, jobban. Azzal a megszentelt és lángoló hívvel szeretett, amit az élő hit keltett és hevített benne. Ő hitte, hogy Isten anyja, gyermeke Isten. Mit érezhetett lelkében, amikor a szenvedő Jézust látta? Mi kifürkészhetetlen a gondviselés, mely így nőt és anyát sem kímél a szenvedésektől. Jézusom, látom, hogy a szenvedés kitüntetés. A te választottjaid a kereszt által lesznek nagyokká. Kegyelmet adsz, de nem kímélsz a bajoktól, hogy a kegyelem annál jobban tündököljék. Légy velem, hogy én veled legyek. Világosíts meg, hogy a szenvedésben értelmem el ne boruljon. Erősíts, hogy össze ne roskadjak az élet súlya alatt, hanem imádjam hódolattal a te szent akaratodat. Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Cirenei Simon Jézussal találkozik, és átveszi a keresztet. Az üdvözítő ellenségeit a gyűlölet késztette, hogy Simonnak adják a keresztet, féltek, hogy meghal a keresztre feszítés előtt. Simon pedig, aki a mezőről tért haza, a gondviselésszerű találkozás kereszt hordozóvá és Krisztus követőjévé tette. A rövid találkozás és segítség Simonnak és családjának Krisztust adta jutalmul. Jézusom, add, hogy szenvedésemben veled találkozzam, amikor már lázadni akarok türelmetlenségemben, szólalj meg a lelkiismeretemben, tedd kereszt hordozó Krisztus, hogy a te keresztedet lássam az enyémben, és az enyémet a te kereszteddel szenteljem meg, hogy így minél bensőbb lelki kapcsolattal kövesselek. Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. A nő érti meg legjobban a szenvedőt. Akit mindenki elhagy, annak felejthetetlen, vigasztaló és erősítő a részvét legkisebb megnyilvánulása is. Jézus szenvedő arcát adta a kendő által Veronikának, hálául és emlékül. Az Isten lekötelezettnek érezte magát a gyöngéd és bátor nőnek. Jézusom, adj nekem forró részvétet a te szenvedésedben. Ha a te fájdalmadat átérzem, akkor erős leszek, és újjá tudok születni. A te szenvedő arcod emléke éljen a lelkemben, hogy nagy lélekkel szeressek Istent és embert. Az a véres emlék tiltakozzék minden bűn ellen, amivel elárulhatnálak. Téged és a lelkemet. Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus másodszor esik el a kereszttel, és mégis szeret. A szeretete nagyobb, mint a szenvedése. Elgyöngült a teste, de a szíve tántoríthatatlan az Isten és ember szeretetben.
amelyet nem homályosít el egyetlen egy panaszkodó szóval vagy tekintettel. Mennyire isteni, még földre rogyva is. Jézusom, add, hogy soha el ne fáradjak a szeretetben. A gyűlölet közepette legyen lelkem isteni. A szenvedések súlya alatt higgyem, érezzem, hirdessem, hogy az isteni szeretet megdicsőítő útján vagyok, és ezért te leszel az én igazi nagy jutalmam. 8. állomás. Jézus találkozik a jeruzsálemi siránkozó asszonyokkal. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltoztad a világot. Krisztus nem kér részvétet, mégis részvétet kap a siránkozó nőktől. Krisztus nem tartja veszteségnek, hogy a test roncsokban van. Csak egy veszteség fáj neki, ha a lélek pusztul. A szenvedő Krisztus sajnálja a síró nőket, gyermekeit, mert fajuk megtagadta őt, és ezáltal lelküket nagy veszteségre juttatták. Jézusom, legyek mindig óhívő, hogy a lelkeket becsüljem mindenek felett. A lélek veszteségei sírassam, gyászoljam mindennél jobban. A lélek javát keressem, szeressem magamban és másokban mindennél jobban, hogy így a te boldog munkatársad legyek. 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad. Harmadszor esik el, és meg nem rendül megváltói hivatásában. Nem fordul vissza a keresztútról, nem hagyja el az embert, hanem földre roskadva is megváltani, üdvözíteni akar. Lerogyott, de ragyog előtte a mennyei akarat, a lélek örök értéke. Jézusom, legyek így nagy. Soha el ne csüggedjek a kötelesség a hivatás útján. Szeressem az élethivatásban a te akaratodat. Soha ki ne fáradjak a jó tettekben, hogy mindig a lelkek újjászületésén dolgozzam, és ezért imádkozzam. 10. állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézust ruháitól megfosztják. Szenved testileg, mert az égő sebek felszaggatva még jobban égnek. Szenved lelkileg, mert a legfinomabb lélek és teste ártatlansága megvan alázva. A betlehemi barlang szülöttje újra a legtökéletesebb szegénységben áll az emberiség előtt, akit csak gazdagítani és tisztítani akar. Jézusom, átérzem szenvedésed, és még jobban szeretlek. Szeretem megalázott tisztaságodat. Szeretni akarom tettekkel, hogy soha senki tisztaságát meg ne bántsam. Add, hogy mindig mennyei lelküket hordozzak a föld göröngyein, és az ösztönök gyöngeségei közepette, hogy tőlem a szívek tisztuljanak, erősödjenek, és meg nem alkuvó szemérem érzettel hozzád jussanak. 11. állomás. Jézus keresztre feszítik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Nem lehet elképzelni azt a kint, amit az átütött szegek okoztak. Hogy éghetett az egész test, és a kezek, és a lábak, amikor Jézus a kereszttel fölemelték, és a föltámadás és életistene az ég és föld között függött. Íme szenvedések tengere, hogy ebben az én fájdalmaim enyhüljenek. Jézusom, hiszem, hogy a te mindenható értelem vagy. Te vagy az igazságosság, amely nem tud sérteni.
Te vagy a szentség, amelytől mindenki tisztább, boldogabb lesz, mennyet nyer, Istent hódít. És te végtelen értelem, igazságosság, szentség, így szenvedsz? Uram, hiszem, hogy a szenvedésnek örök értéke van. A szenvedést te felmagasztaltad, égi úttá tetted. Add, hogy ezzel a hittel lelkemen könnyítsek, könnyeimet letöröljem, és téged megláthassalak. 12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Krisztus Urunk lehajtva fejét, kiadta lelkét. A keresztfa tövében gyűlölettel gyötörték utolsó perceiben is, és ő szeretett, paradicsomot adott a latornak. Gúnyolták és káromolták, ő áldott és bocsánat értesedezett. Szeretett az utolsó pillanatig, és osztozkodott az emberi élet utolsó, legnehezebb keresztjében, a meghalásban. Mindezt azért, hogy mindent megkönnyítsen és mindent megszenteljen. Jézusom, a te halálod kellett az élethez. A te szenvedésed, hogy boldoggá legyek. A te sebed, hogy meggyógyuljak. Mindenedet odaadtad, hogy veled mindent megnyerjek. Adj nekem szabad lelket, amelyet a föld vágyai nem kötnek le. Tedd bátorrá szívemet, hogy szabad lélekkel üdvözöljem egykor a halált, mint az örök élet küszöbét. Legyen a halálom a te halálod által az igaz élet megnyitása. 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszttel által megváltottad a világ. Íme Krisztus, édesanyja és barátai közt. Mély megható hűség, amely kitart a kereszt tövéig. Előttünk Krisztus, a tökéletes áldozat. Tökéletes, mert mindenében szenvedett. Lelkében, testében, ellenségeitől, tanítványaitól, a hálátlan és gyönge néptömegtől. Tökéletes áldozat, mert tökéletesen, Isten akaratából, lélekért, hősi némasággal, ártatlan és jótékonyságban gazdag múlttal, imádkozva szenvedett és halt meg. Jézusom, add, hogy életem a te példád után egy szent áldozat legyen. Legyek hű a lelkekhez, gondjaimra bízottakhoz, hivatásomhoz egészen a kereszt tövéig. Segíts, hogy őrizzem a lelkem és a lelkek ártatlanságát, hogy az én életáldozatom minél tisztább legyen. Legyek nagy lelkű mindenemű áldozatban és munkában, amikor a lélekről van szó. Ne riadjak vissza semmi szenvedéstől, hogy a bűnnel meg ne alkudjam. Higgyek abban, hogy az ártatlan lélek mindenen diadalmaskodik, de csak is a te mindenható kegyelmeddel. 14. állomás. Jézus testét sírba helyezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Krisztust eltemették. Életének két határa van, a jászol és a sír. Mind a kettő körül csak egyszeri hívő lelkek voltak. Gyászuk őszinte volt, mert szentnek, igaznak látták, és lelkük előtt felébredt életének minden szépsége, szívének minden nagysága. Ünnepélyes volt a temetés, mert ünnepélyes hódolat teremtette meg a gyászt. Elkísérlek, Jézusom, én is a sírhoz, ünnepi hódolattal. Szent Uram, a te sírod, mert ártatlan életedet ártatlan halál vitte oda. Szent a te sírod, mert innen kezdődik a valódi szentség, az igazság diadala. A mi kincsünk, reményünk, vigasztalásunk a te sírod, mert látjuk, hogy minden igazságnak így kell szenvedni, de minden igazság feltámad. Jézusom, a sírodnál megígérem, soha nem gyűlölök, soha nem csüggedek, rendületlenül dolgozom, hogy a föltámadás boldog birtokosa lehessek.
Jézusom, veled tettük meg az élet királyi útját, a keresztutat. Láttam a testi és lelki szenvedések megrázó csapásait, de láttam, hogy mindezek közepette mély biztos vagy, nagy vagy, szeretsz, áldasz. Add, hogy szenvedésed emléke mélyen éljen lelkemben, tegyen naggyá, és nyugodtá a keresztviselésben. A keresztúttal koronáztad meg életedet. Nátszállal, tövissel, katonaköpennyel, szegekkel a lelkem királya lettél. Uram, kérlek, maradj mindig az. Segíts, mert én gyönge vagyok. A te vérpiros királyi trónusodat az én lelkemben ne tudja megingatni semmi mulandó, hogy beléphessek az örök hazába. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úgy síratlak, úgy